A reggeli adatok szerint több mint 42.500 ember kapta meg az oltás első körét. Az utóbbi napokban nagyjából napi 10.000-rel nőtt a szám. Így jó hír, hogy jövő kedden hozza a Pfizer az utánpótlást, sőt, valamikor a Moderna nevű cég első szállítmánya is megérkezik majd a jövő hét napjaiban. A hétvégén is mennek majd a mobil oltócsoportok az idős otthonokba. Figyelmeztető jel lehet, hogy az otthonok dolgozói között csak nagyjából minden második kéri az oltást. A kórelőzményeket ellenőrzi az orvos. Ha nincs olyan betegség vagy allergia, amely kizárná az oltást, akkor beadja az injekciót. A Kecskeméti Kórházba 10 percenként érkeznek az egészségügyi dolgozók, már több mint 2000-en kapták meg a koronavírus elleni vakcinát. Látjuk azt, hogy mennyire súlyos egy olyan beteg állapota, aki tényleg elkapta a koronavírust, mennyire pillanatokon belül tud változni a helyzet a stabilból, az instabilba, és akár halálig is eljuthat ez az egész folyamat. Én azt gondolom, hogy aki egyszer is találkozott ilyen súlyos beteggel, az nem gondolkodik, hogy az oltást fel kell venni. Végre itt van a kezünkben az a megoldás, amivel az egész koronavírus fertőzésnek véget tudunk venni. A kaposvári oltópont napi 12 órában működik, már a házi orvosokat és a mentőszolgálat munkatársait is fogadják. Ide mostanáig több mint 4000 vakcinát hoztak, beadásuk jó ütemben halad. Somogy megyében ezen kívül még két másik helyszínen, a Nagyatádi és a Siófoki kórházban is oltanak. Jól szervezetten, gyorsan, hatékonyan folyik az oltásoknak a beadása, a szükséges mennyiség rendelkezésre áll, tehát semmi akadálya annak, hogy aki önként vállalja az oltás beadását, amit mindenkinek csak ajánlani és javasolni tudok, az megkaphassa minél hamarabb. Az egészségügy mellett a szociális ágazatban is elindult az oltás. Elsőként a 4 legnagyobb idős otthon dolgozóinak és gondozottjainak adták be a koronavírus elleni vakcinát, több mint 1200-at. Az oltás folytatódik a hétvégén. A 150 főnél nagyobb intézményekben mindenki megkapja, aki kéri. Arra törekszünk, hogy a rendelkezésünkre álló mennyiség teljes egészében elfogjon. Tehetjük ezt azért is, mert a jövő héten újabb vakcina szállítmány érkezik az országba. A Pfizer vakcinájából a keddi napon, 12-én várunk újabb 39 ezer fő beoltására elégséges mennyiségű vakcinát, és természetesen egy képletes mennyiség, egy kisebb mennyiséget várunk a Modernától is már. A Magyar Tudományos Akadémia orvosai kiállnak a koronavírus elleni védőoltás mellett. Szerintük az új technológia miatt a mostani vakcina jóval biztonságosabb, mint a korábbiak, és azért állították elő ilyen gyorsan, mert megvoltak ehhez a feltételek. Több millió embert beoltottak az új típusú, úgynevezett messenger RNA-s alapú vakcinával, és minimális mellékhatások, tényleg elenyésző mellékhatásokat lehetett észlelni, tehát nagy biztonságú. Én azt gondolom, hogy ez a megoldás a hosszú távon, és ezért mindenkinek be kell oltatni magát. A fönntartások az oltással szemben folyamatosan csökkennek. A védőoltásban egyre többen bíznak, mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök kiemelte, mostanáig már több mint 42.500 egészségügyi dolgozó kapta meg a vakcinát. A kormányfő mindenkit arra kér, hogy éljen a lehetőséggel, mert az oltóanyag biztonságos. Én is be fogom magam oltatni, amikor sor kerül rám. Nekem is van egy az oltási tervben kijelölt helyem, és amikor az bekövetkezik, vagy elérnek oda, akkor majd látni fogják, hogy ezt én is megteszem. Magyarország oltási tervet dolgozott ki, és az alapján halad. Az egészségügyi és szociális ágazat után a 60 év feletti krónikus betegek következnek, majd a rendvédelmi dolgozók. Mostanáig már több mint 1 millióan regisztráltak az oltásra.